A KSH adatai alapján 8-10%-ot nőtt a húsáruk vételára tavaly júliushoz képest. Azonban a koronavírus alatt történő drasztikus, majd 20%-os dráguláshoz mérten már csökkenést lehet tapasztalni, hiszen májusban 1 kg rövidkaraj 1960 forintba került, viszont a legújabb KSH adatok alapján júliusban ez már csak 1740 forint. A vásárlók így is sokalják a húsárát. Egy idős asszony elcsukló hangon mondta, hogy a folyamatosan növekvő árak miatt egyre ritkábban tud húst vásárolni. Nagyon ritkán, mert nem jut rá. Nem jut rá a szívembe. Mit csináljunk? Ez van. Például a tarja, majd 1700 forint. Meg akkor, amik vannak, az ódalas, ami mindig olyan finom, meg jó volt, az is 1000. 600 vagy mennyi? Mérsékelten húsevő család vagyunk, de ami kell, azt meg kell venni akkor is. Ha már vására megy, akkor is. Tele vannak a pultok ebben a tolnai húsboltban. Folyamatosan érkeznek a vevők. Itt tavaly ősz óta nem emelték meg az árakat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szép kártya bevezetése óta megváltoztak a fogyasztói szokások. Nem ritka eset, hogy szép kártyára 70-80 ezer forintokat fizetnek, annyi értékbe vásárolnak. Heti szinten megközelítően 10 mázsa hús fogy a kereskedésben. Az üzletvezető azt mondja, a fizetési napok környékén, valamint az ünnepek idején emelkedik meg jelentősebben a forgalom. Jelenleg Magyarországon 60-70 kg az évi átlag húsfogyasztás.